Tárgyalja az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága az LMP kötelező vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénymódosító javaslatát. A párt azt szerette volna elérni, hogy a vagyongyarapodás vizsgálata terjedjen ki az önkormányzati képviselőkre, a kormánytisztviselőkre, valamint családjukra is. Hasonlóan járt az LMP antikorrupciós javaslata is. A NAV működését vizsgáló bizottság felállításáról szóló kezdeményezést a bizottság tagjai levették a napirendről. Időt kért a fideszes Víg Imre az Igazságügyi Bizottság ülésén, hogy meg tudják vizsgálni, mennyire házszabályszerű az LMP törvényjavaslata a NAV vizsgáló bizottság felállításáról. Indítványozta, hogy vegyék le a kérdést a bizottság napirendi pontjai közül. A három ellenzéki frakció valamennyi tagja támogatta, plusz valamennyi független képviselő, azon kívül pedig az országgyűlési törvény, illetve a határozati házszabály tartalmi kritériumainak is megfelel. Schiffer András szerint megvan az előterjesztéshez szükséges aláírás, így a javaslat tárgyalható. Aki amellett van, hogy vegyük le, azt kérem készfelemeléssel szavazom. 7 igennel és 1 nem szavazattal a javaslat lekerült a napirendről. Az ülésen jelen volt Szél Bernadett is, aki szerint a kormánypártok egy sunyi megoldást választottak a vizsgálóbizottság kérdésében. Felvették napirendre, majd levették onnan. A házszabály szerint ezt akár 4 évig is játszhatják, úgyhogy minden hónapban felveszik és aztán leveszik. De nyilvánvalóan ez politikailag egy teljesen vállalhatatlan helyzetet teremt, és azt gondolom, hogy ez még inkább megmérgezi azt a helyzetet, ami most már kialakult a NAV-val kapcsolatban. Az LMP társelnöke szerint a kormány ezzel akarja eltitkolni, hogy politikai szálak kötődnek a NAV-ban zajló korrupciós ügyekhez. Az Igazságügyi Bizottság ülésén Polt Péter legfőbb ügyész beszámolt a legfőbb ügyészség elmúlt 5 éves tevékenységéről. A kitiltási botránnyal kapcsolatban a bizottsági tagok kérdésére elmondta, bízik abban, hogy az ügyet megnyugtató módon tudják majd rendezni. Várják arra a levélre a választ, amelyben a beutazási tilalommal kapcsolatos adatokat kérték. Késedelem annak is betudható, hogy friss információk szerint ezek a levelek valahol elkeveredtek, és ezért újra meg kellett küldenünk őket az amerikai félnek. Nem vették az országgyűlés tárgyalási rendjébe az LMP kötelező vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslatát, amely kiterjesztette volna az érintettek körét és a családtagokat is bevonná. Hasonló sorsra jutott az offshore cégek felszámolását célzó napirendi pont is.